tegnap Zalaegerszegen léptünk pályára, sajnos feleséget szenvedtünk. Révész Ádám, Hoggeri és végül Jeff Fallen se tudta vállalni a játékot. Azért ők meghatározó játékosai a társaságunknak. De szerintem aránylag jól helytáltunk. Pár ponton múlt a győzelem. Igen, szombaton pedig érkezik a Kecskemét. Ő ellenük egy hete játszottunk. Ott egy pontos vereséget szenvedtünk sajnos. Reméljük, hogy most ezeket a hibákat ki tudjuk javítani, és győzelemmel tudunk távozni a hazai csarnokból. Talán a motiváció, amit a legnehezebben lehet tényleg föntartani, mivel azért itt most már olyan nagy tétje nincsen a bajnokságnak, sajnos a legjobb 8 közé nem tudtunk bejutni, pedig a második fél évet azért nagyon jól összeszedtük szerintem, de igen, ebből látszik, hogy egy egész évet kell nézni, nem egy fél év nem elég ahhoz, hogy playoffba jussunk. Most a 9-től a 14. helyzetek közül valamelyik helyet megcsípjük, ugye kiesni már nem tudunk, hál' Istennek. Bízom benne, hogy tényleg ezen a hét meccsen még jól tudunk szerepelni és csapatként tudunk küzdeni. Kecskemét szerintem egy nagyon jó csapat, nagyon régóta együtt van a mag, tehát mind a külföldiek, talán egy pár külföldi cserélődik ott, és a magyarok is folyamatosan együtt játszanak, tehát egy olyan társaság, ami nagyon összeszokott. Szerintem tényleg jól játszottunk nagyon, a végén voltak buta apró hibáink, de reméljük, hogy most tényleg mi fogunk tudni győzni ezen a mérkőzésen.